Na, ma ilyen lesz ez a videó, állok itt. Itt a mikrofon a sisakban, tehát most a sisak a mikrofon tartom, most jobban nem tudom megoldani. Meg a kamera is itt van egy ilyen oszlopom, mint mondjuk az, ha látszik, vagy ott az. Úgyhogy azt sem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a videó, mert hát ugye most arról fogok beszélni, hogy mit hozzatok magatokkal Thaiföldre, ha jöttök ugye nyaralni. És olyan sok dologot nem tudtam összeszedni, úgyhogy meglátjuk, milyen hosszú lesz ez a videó. Hát az első ilyen dolog, amit hoz otthonról, amit érdemes hozni, az egy jó papucs, vagy egy jó cipő. Attól függ, hogy melyiket preferálod. Tehát nyilván többség szerintem papucsot fog hozni. Egyébként lehet, hogy cipő is elkél, hogyha mondjuk ilyen nagy kirándulásokra mész. De ugye azért mondom ezt a papucsot, tehát azért ajánlom, mert tudsz itt is venni papucsot, de nem biztos, hogy az, tehát az olyan jó minőségű lesz. Nem biztos, hogy jó minőségűt találsz, nem biztos, hogy neked az megfelelő. Például most volt egy eset, és igaz, hogy hát az illető otthonról hozott magának papucsot, és ugye ők télen jöttek, tehát ő télen jött, és a lába nem volt hozzászokva a papucshoz, és egy tök jó papucs volt, azt ugye otthon vette még magának, és az történt vele, hogy itt meg fölvette, nem volt hozzászokva a lába, egy egész napot végig sétált, hát majdnem egy egész napot végig sétált, és kisebbesedett neki a lába, ahol a papucs ugye nyomta neki. És ugye onnantól az neki egy jó 2-3 nap, vagy esetleg 4 is, amíg az begyógyul, és például addig nem tudott menni a tengerbe se. Ezt most szerintem tudja, hogy kiről van szó egyébként, aki ezt most hallgatja. Úgyhogy most ő rá a példa erre, hogy hozzatok papucsot, vagy egy jó cipőt. Mert meg ezt érdemes, ez az egyik. Másik. Hát ezt nem is úgymond hozzátok, hanem érdemes csinálni fénymásolatot. Hát ugye ezt nem csak Thaiföldre jövetkor, érdemes csinálni fénymásolatot az útleveledről, illetve akár a személyed, tehát akár még a személyidről is. Hát most nyilván, hogyha elveszíted, vagy akármi, akkor könnyebb úgy beazonosítani magad, vagy esetleg újat kérni, hogy azért mégis ott van egy papír a kezedbe. Ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor ne csak egy fénymásolatot hoz, hanem úgy csinálj egy képet a telefonoddal is róla. Ha meg 100%-ra akarsz menni, akkor meg csinálj egy... Mit? Mit is kell csinálni? Csinálj egy... Ja nem, mentsd le az e-mail címedre. Tehát menj le az e-mail címedre mondjuk azt a képet, amit az útleveledről. És akkor ha mondjuk elveszíted az útleveledet, elveszíted a telefonodat, akkor még mindig ott van az e-mail címed, ahol be tudsz lépni bárhol, és te azt tudod mutatni, hogy hát neked ott az útleveled. Ez meg ez vagyok, ez a nevem, ez a vízumom, ez stb. Jó, akkor ennyi. Most lett egyébként levágva a hajam. Lett, amilyen lett. Meg most picit olyan furán érzem magam így beszédbe, mert... Lehet, hogy távolabb kéne jönnöm amúgy, mert, vagy mondjuk így, tök mindegy, így is jó. Mert most szedték le a fogkövemet. Most szedték le a fogkövemet, hallod, két gép kellett hozzá. Az egyik nem volt hatásos, 100%-osan hatásos, úgyhogy egy másik gépet is bevetettek, átvittek egy másik szobába. De mindegy, most olyan tiszta lett, hogy pff, megőrülök. Fehér mindenhol, hófehér, nem mutatom meg. Most azért nem mutatom meg, mert amúgy nem szép. Egy-két fogom össze-vissza, de most mindegy, lényegtelen. Na, szóval mit hozzá még? Meg kell néznem, mert fölben írva a telefon.
ja, volt arról szó az előző videómban, hogy... Ja, nem az, nem az előző videómban, hanem tettem fel egy képet. Szevasz, haver. Hú, de melege van neki. Miért nézze? Na, szóval... Szóval tettem fel egy képet az oldalamra, miszerint azt, hogy Tájföldre való belépéskor már a repülőn kitöltetnek veled egy papírt, amit mindenkivel, minden turistával vagy ide látogatóval kitöltenek, és néhány adatot bele kell írni, tehát az útlevélszámodat, személyes adatokat, hol lesz a szállás, hogy miért jössz, az már nem kötelező, hogy miért jössz, hogy mennyi a fizud, de ezért alapadatokat be kell írni, és erre jó, ha hozol egy tollat. Tehát hozz egy tollat magaddal, hogy már a repülőn ki tud tölteni, ne lent a reptéren, sokan a reptéren kezdik el csak kitölteni, és ezzel egy baromi sok időt veszítenek. Viszont ha neked már ki van töltve a repülőn, akkor neked nem kell már, tehát sorba kell állnod a reptéren is, de megsporolsz egy csomó időt, mert egy csomó ember lent tölti ki, és ők nem állnak be a sorba, te meg addig be tudsz eléjük állni, úgymond. Úgyhogy hozz egy tollat is, elfér, fölengedik a mi ez? Fölengedik a kézipodgyászoddal, tehát zsebre is teheted, akár, legalábbis szerintem. A következő ilyen dolog, amit hát nem az, hogy hoz, hanem érdemes kötni biztosítást. Nem csak Tájföldre, gondolom én, de Tájföldre érdemes, elég érdemes. Tehát ilyen baleset biztosítás, vagy igazából nem tudom, hogy milyen opciók vannak. De hát nyilván, tehát ilyesmire, utas, vagy mondják ezt, utasbiztosítás, vagy utazásbiztosítás, valahogy így. Tehát ami fedezi az utazásodat, az ott eltöltött idődet, mondjuk ha baleset ér, vagy esetleg lopás, vagy mit, akármi. De inkább én főleg a baleset miatt javaslom ezt, mert ha ne adj Isten bekerülnél egy kórházba, amit mondjuk nem te választasz, hogy melyikbe mennél be, hanem bevisznek mondjuk a legközelebbibe, lehet, hogy, illetve nem lehet, hanem nagyon valószínű, hogy ha nincs biztosításod, akkor elég, és mondjuk olyan bajod van, vagy olyan, na, és egy műtétet kell elvégezni, akkor az elég csúnya számla lesz utána neked, amit addig nem engednek haza, amíg ki nem fizeted. Tehát nem engednek haza, ennyi. Tehát nem egy ilyen esetet hallottam. Úgyhogy ez hoz. Illetve kös. Na, akkor mi van még? Meg kell néznem megint. Volt például olyan, ugye, mert én írtam, hogy ugye a pipere cuccok közül, hogy amiket ne hozz, és az benne volt a naptej is. És akkor páran írtátok, hogy hát, hogy a naptej az drága itt Tájföldön, sokkal drágább, mint mondjuk otthon. Hát ez lehet, hogy igaz, jó, ez igaz, ezt egyébként aláírom, tehát ha így nézed, akkor hozz otthonról naptejet. Az volt még egy ilyen vitaképes ütőkártyám, akik a naptejet hozták fel, hogy ugye, ha nem akarsz hozni naptejet, tehát nem hozol naptejet, akkor nem kell hoznod nagy bőröndöt se, tehát nem kell fizetned nagy bőröndért. Aztán ezt csak később tudtam, még én ezt nem tudtam egyébként, de hogy ez mindennél egyébként így van. Tehát ezt most komolyan nem tudom, hogy az összes légitársaság, mondjuk Budapest, Tájföld, az abban benne van a jegyárban a nagy bőrönd is. Tehát ezt tényleg nem tudom. Aki ebben járt, az léci tényleg, az írja meg kommentbe, hogy akkor én is lássam meg más is, mert én abban a tudatban voltam, hogyha nem akarok nagy bőröndöt, akkor nem hozok, és akkor ergo, és magyarul nem kell érte fizetnem pluszba. De többen is mondtatok, hogy igen. Szóval, ha esetleg azt tudod te, hogy nem így van, akkor azt léci írd meg. Tehát, hogy mondjuk melyik az a légitársaság, amelyiknél nem kell megvenni a Nincs benne az árba a nagy bőrönd, és nem is kell megvenni. Nem is kell megvenni, ha nem akarod.
olyat még felvetettetek nekem, amire igazából válasz, tehát ilyen nagyon pontos válasz nincs, majd mindjárt megértetek, hogy miért. Ez a dolog, ez az egy napi költőpénz Tájföldön. Hát most, ugye ez relatív, ugye ezt mindenki ezzel tisztában, hogy relatív, kinek mennyi az egy napi szüksége, de ha nagyon átlagolni akarom, akkor először is azt kell tudni, hogy hova jössz. Tehát Tájföld melyik régiójára jössz, mert nem egyformák az árak. Akkor másodszorban, tehát én mondjuk Szamuit mondom most, Szamuira egy napi költőpénz turistaként mondjuk egy közepes hotelben laksz, tegyük fel, egy közepes hotelben laksz, nem luxus, nem is egy ilyen kis, mit tudom én, kis szar hely, tehát közepes hotelben laksz, és mondjuk van reggelid is a hotel mellett, tehát azért nem kell fizetni, tehát van reggelid, akkor ugye egy nap alatt mondjuk akarsz enni egy ebédet, akarsz enni egy vacsorát, napközben akarsz enni mondjuk gyümiket, ez akkor már három dolog, este akarsz inni egy sört vagy egy koktélt, egyet mondok mindenből, meg mit akarsz még aznap. Hát most így kb. Ennyit, tehát akkor nézzük, három kaja meg egy koktél mondjuk. Hát itt a koktél az szerintem az elég jól megdobja, mert mondjuk a 150-200 bát, mondjuk egy koktél, egy ilyen akármilyen kis szórakozó helyen, lehet, hogy talán 100 bát ér is. Sőt, jó, nem hülye vagyok, legyen 100 bát a koktél, mert most már egy nagyobb a konkurencia a Szamuin, és így láttam, hogy szépen mennek lejjebb az árak, úgyhogy legyen 100 bát egy koktél, kaja, egy tök random, akár egy népszerű étteremben is már 60 báttól van. Tehát két kaja 120, egy koktél 100-220 bát, gyümölcsök, mondjuk eszel, mit tudom én, kétszer dinnyét, meg egyszer egy mangót, és akkor az mondjuk 100 bát összesen. Tehát mennyi 100 bát, meg 120, meg 100, az 320 bát. Tehát 320 bát így számolok mondjuk egy napra, hogy kaja. Most nyilván, ha akarsz még más, mit tudom én, utazgatni, vagy túrára menni, ez az amaz, akkor az több, de most így ez, hogy el vagy egy nap, meg fekszel, dögöl a strandon, akkor mondjuk 320 bátból meg vagy, ami szoroz be, ma 9-el kell beszorozni a bátot, tehát így ennyi egy napi költőpénz, tehát most túrázni mehetsz, akármilyen egyéb más, az már ilyen fakultatív, tehát az már rajtad áll, hogy most mit szeretni, ez volt a kaja része. Úgyhogy, hogy mit akartam még mondani, hát ennyi. Tehát ennyit írtam össze, nem sok, tudom, hogy nem sok, de így igazából nem tudtam többet. Nem tudtam többet, úgyhogy most ez van. Vettem egy drónt, egy baromi jó drónt, egy Mavic Air-t, és most ezt nem benőzésből mondtam, hanem azért, tehát ha nem lett volna leárazva, akkor valószínűleg nem vettem volna most meg, de hát olyan leárazvas volt, hogy eldobod az agyad, tehát tehát most itt az ára kb. Itt Tájföldön 30 ezer bát, 28-30 ezer bát között mozog, és le volt akciózva egyetlen egy boltban, online vettem észre, hogy le van akciózva, 67%-os leárazás, és 9600 bátért meg tudtam venni. Hát ez ami szerintem, én még ilyet nem láttam, ilyen akciót, tehát se Tájföldön, se otthon, lehet, hogy aztán otthon volt, de én nem láttam. Szóval mindegy, megvettem ezt a drónt, úgy ahogy van, ki is hozták, 9600 bátér, úgyhogy baromira örülök. Most pár nap múlva, ugye most van, mi van? Most van péntek, és hétfőn megyek Szamuira. Ott tuti fogom használni, ezt a drónt. Meg most ugye, most van ez a videó, sajnos picit késő jött ez a videó egy hónapra, majdnem egy hónapra rá, mint az utolsó videóm. Ezt esetleg majd későbbi videómban elmondom, hogy miért, de hát annyira nem fontos egyébként. Picit el voltam foglalva. Úgyhogy... meg egyébként csináltam már egy hete egy videót ugyanebbe a parkba, csak szar lett a hang, nem lett jó a hang, mert a mikrofon miatt, na mindegy, ez egy hosszú történet ez is. Na mit akartam mondani? Ja, hogy igen, Szamuira megyek drónozni, és Szamui még az a tervem, hogy csinálok egy második részes videót, a nyelvtanulásból. Azért arra gondoltam, mert azt úgy aránylag könnyű megcsinálni. Tehát nem kell hozzá sok felvétel, nem kell hozzá semmi. Meg fogom csinálni, össze fogok gyűjteni pár ilyen szót, legalábbis nagyon remélem, hogy össze tudok gyűjteni, ami így hasznos lehet, amire úgy gondolom, hogy hasznos lehet nektek. Tehát lesz egy második rész akkor ez a
a tájföldről turistaként, akkor jó, ha tudod ezeket a szavakat vagy mondatokat tájul. Úgyhogy ez lesz, ez lesz, és ezután pedig majd hazajövök. Hát egy 2-3 hetet leszek lent Szamuin. Igen. Utána pedig, hát nem tudom, vagy egy ilyen jó kis montást kéne összeállítanom Szamuiról. Van egy csomó felvételem Bangkokról is, arról is kéne montást csinálnom. Hogy a nyelvtanulós videó után nem tudom, hogy mi lesz pontosan. Vagy egy montás, vagy egy ilyen felemontás, fele valami téma is lesz benne esetleg. Úgyhogy jó lesz. Én már várom, én nagyon várom ezeket a drónos felvételeket, bár mondta nekem valaki, szintén nézi a videót most is, hogy tudja, hogy róla van szó, ő vele beszélgett a drónügybe, hogy azért nem egyszerű a drónozás. Hát én is hiszem, de meglátjuk, hogy mit tud belőle majd kihozni. Próbálom a legjobbat. Úgyhogy ennyi. Most látom, 15 percnél tartunk. Hát szerintem ez, hogy lett 6 vagy 5 vagy 6 vagy 5 vagy 6 pont, ez a 15 perc, ez így bőven elég. Szerintem sok is. Úgyhogy még leveszem gyorsan a kamerát, és megmutatom itt körbe, hogy milyen. Na, tehát itt vagyok, ebben a parkban. Ez egy ilyen kis park, ez Bangkok. Hát Bangkok elég jól közepén, arrafele, amerre néz a kamera, Sukhum Vit Road lesz majd, arrafele megyek vissza. Most megyek ki reptérre, itt egy tó. Hát azt a csónakázást, azt hogy szívesen kipróbálnám majd később. Ott egy csónak, látjátok? Ott egy csónakocska. Ott vannak ilyen kis vízibiciklik, ilyen delfines vízibiciklik, ne fújjál szél. Jó, visszamegyünk, ennyi volt. Úgyhogy ez van. Meg egy ilyen kis rendezett park. Tök jó. Tök jó kis park. De most megyek a reptérre, mert jönnek hozzám. Most ki kell rongyolnom a reptérre, mint az állat, mert dugó lesz. Aztán ennyi. Ennyi. Úgyhogy ennyi mára. Köszi, hogy megnézted ezt a videót is. Ennyi. Minden jókat. Csáááá!